Sziasztok, én Patiki Tamás vagyok, és már hoztunk nektek egy mini John Cooper Works Cabriót, ami hát nagyon jó. Aki szeret vezetni, annak talán ennél tökéletesebb nem is lehetne. Jó, mondjuk azért tudnék egy-két dolgot mondani. 911-es Porsche, M3-as BMW, na de értitek, ez egy igazi gokárt, ez egy kis élményautó, úgyhogy hát vágjunk is bele a videóba, mert fú, de jó ez a kocsi. Miből tudjuk megmondani, hogy az autónk nem egy sima Cooper-es GCV csomaggal, hanem egy rendes John Cooper Works darab, mint ahogy ez az autó is? Hát elsősorban itt van elől ez a kis piros csíkunk, oldalt is egy piros csík GCV logóval, és nagyon fontos, hogy piros fékeket kapunk, mert a sima Cooper-eshez csak sima, hagyományos utcai ezüst fékeket kapunk, és kapunk egy GCV logót az autó hátuljára is, ami ezen az autón nincs, mert ezt opcionálisan el tudjuk távolítani a konfigurátorban. Ez az autó megkapta a Zesty Yellow színt, ami ennek az autónak a bemutató színe volt, és nagyon durván néz ki életbe, de szerintem kamerán se rossz. Angol zászlós tetőt is kapunk az autóhoz, ami nagyon jól néz ki, és hát tudatja velünk, hogy ez tényleg egy igazi angol autó. Hátul diffúzorunk van, és ez az autó nagyon szerencsés, mert teljesen le van az eleje fóliázva, hogy nehogy ez a szép Zesty Yellow fényezés esetleg kavicsot vagy valamilyen bogarat kapjon, amitől megsérülne. És nagyon hasonlít a BMW-nek a São Paulo sárgájához, amivel pedig az M4-es BMW-t mutatták be. Egyébként lehet, hogy ugyanaz a két szín, csak átnevezték, mivel más a márka, de fú, bombán néz ki ez az autó azért. Izgalmas csomagtartóink következnek, és tényleg nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, mert nagyon praktikus ennek a kis autónak a csomagtartó, és nagyon jó ötletes. Nyissuk is ki. 215 literes a csomagterünk, és hogyha le van húzva a tető, akkor csak 160, tehát tényleg nem beszélünk sok mindenről, egy kis bevásárlás befér. Viszont van egy nagyon jó ötlet, mivel ilyen szűk a rész, ahol be tudjuk rakni a cuccokat, ezért, hogyha ezt a két kart kioldjuk, akkor így fel tudjuk a tető hátsó részét hajtani, így visszarakjuk, és valahogy így, és már is sokkal több mindent be tudunk rakni az autóba, és ide még le is tudnék ülni, csak hát max 80 kiló, és reggel sütítettem, úgyhogy ez most nem fog megtörténni, de hogy baromi praktikus ez a kis mini, nagyon tetszik, hogy ilyen jó a csomagtartó is, és tényleg be tud férni egy bevásárlás is, hogyha úgy van. Azért a belső térben érezzük, hogy egy John Works-ben ülünk, mindenhol John Works logók vannak a kormányon, a küszöbön, az ülésben, de még itt a kijelző tetején is John Works logó van. Egyébként ezek a GP-nek az ülései, ilyen félig alkantara, félig bőr, és sok rossz kagylóülésben ültem, hát ez nem tartozik közéjük, nagyon kényelmes, mentem már vele hosszú úton, és tényleg rendben van a derekunk is, és jól be lehet magunkra állítani, igaz, nem elektromosak, de teljesen rendben vannak. Nagyon nagyok, szépek a lepkeváltófülek, kapunk egy ilyen kockászászló műszerfal berakást, nyilván ez feláras. Itt is nyilván megvan a fordulatszemmérőn középen, de erről majd vezetéskor beszélünk. És hogyha berakjuk sportba az autót, csak akkor kapjuk meg a piros díszfényeket az autóban. Egyébként itt ezzel a gombbal tudjuk állítani a díszvilágításokat a kocsiban, nem a menüből, ami szerintem tök jó, és hát nyilván ezek az űrkapcsolók ebben az autóban is megvannak. Na és akkor húzzuk is le a tetőt, beindítom a motort, és lehúzzuk, itt fönt meg kell nyomni ezt a gombot. És képzeljétek el, hogy tudunk ilyen panoráma tetős kialakításba, vagy inkább napfénytetős kialakításba is lehúzni, hogy csak idáig jöjjön be. Ez nem annyira jó aerodinamikailag, mert eléggé becsapja az arcunkba a szelet, és utána pedig, hogyha még egyszer megnyomjuk, akkor teljesen, és már lent is van. Hát ugye modern cabrióról beszélünk, tehát viszonylag hamar megvan ez a dolog. És hogyha kiszállunk, és közelebb jöttök, akkor azt is megmutatom, hogy ugye itt van ez a szélterelünk, és 100 km per óráig olyan, mintha tényleg le lenne húzva a napfénytetőnk, nagyon nem jön be a szél, és ezt, hogyha így összehajtjuk, és egy ilyen karate mozdulattal így kipattintjuk, akkor körülbelül egy perc kivenni az egészet, úgyhogy ez is könnyű. Most attól megkímélek titeket, hogy hátra behajtogassam magamat, mert maximum levágott lábakkal tudnék ilyet csinálni, úgyhogy ez nem ma fog megtörténni, és majdnem elfelejtettem, butus vagyok, de eszembe jutott, legfontosabb egy autós tesztünkbe, az, hogy lemegye teljesen hátul az ablak, hát ez ilyen fél hátul ablak, de nézzük is meg, wow, ilyen furcsán bemegy, mint aki kicsit meg van csavarodva, de lement hátul az ablak, úgyhogy ez az autó mindent kipipál, jó a csomagtartó, és lemegy hátul az ablak. A miniknek nagyon viccesen a lámpa körül kinyílik,
a motorháztető, mint látjátok. Egyébként ezt a nagyon vicces dolgot a Karottától loptam, mert ő így mutatta be az egyik minit a Totálkáron, de ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ki kellett próbálnom, hogy milyen érzés ott átdugni a fejemet. Jó érzés volt, megsúgom. És akkor itt van ez a 2 literes turbóbenzines motorunk, ami 231 lóerőt tud, 320 Nm-t, és hát nagyon jól néz ki ez a motortér, és nagyon jól is megy az autó, úgyhogy hát szerintem menjünk is vele egy kört, próbáljuk, kinézzük meg a hangját, és hogy milyen érzés vezetni ezt az igazi kis gokártot, de tényleg. Cabrio verzióról beszélünk, és 30 km per óráig le tudjuk húzni a tetőt. Ezt most nem fogom kipróbálni, mert a hangminőségnek meg a videónak rosszat fog tenni a tető lehúzásnak, meg persze a bundámnak is, mert 30 fok van, és én reggel úgy döntöttem, hogy hosszú gatyába jövök, úgyhogy jobb itt bent most a klímában, meg árnyékban ülni itt a déli órákban. De egyébként, hogyha le van húzva a tető, akkor ezeket a kis turbófüttyöket, meg alkalmanként a durranásokat, amiket az autó produkál, igaz, ezek a szűrők, meg mindenféle cucc, amit már beleraknak az Európai Uniós szabványok miatt a kocsikba, már csak szökőévente egyszer durran az autó, de azért, hogyha durran, azt halljuk, és ez nagyon jó érzés, és a turbó néha csinál ilyet, hogy nem is tudom, ez ilyen igazi, ilyen rally autós, nagyon vicces, ez is néha csinálja csak, de akkor elkezd röhögni az ember visítva, ez a lényeg. Az autó megkapta az M235-i BMW-nek a féknyergeit, meg fékrendszerét tulajdonképpen, és hát brutálissá teszi, de kell is neki, mert nagyon durva az autó. Úgy kanyarodik, mintha a siófoki gokártpályán mennék egy nagyon erős gokárttal, tehát hogy ez egy nagyon erős és nagyon nehéz gokárt, mert hogy 100 kilóval nehezebb, mint a hatch verziója ennek az autónak. 1450 kiló, ami azért egy mini hot hatchnél, ami a i20-en, Mazda MX-5, GR Yaris, Fiat Abarth kategória körül mozog, nyilván vannak nagy különbségek, de hogy azért ez egy súlyos autó, nyilván a Cabrio mi volt a miatt. Például lassabban gyorsul 0-100-ra, mint a sima hatchback verziója az autónak, ez 6,5 másodperc alatt van 100-on, az pedig 6,1, és hát még vannak ebből adódó nehézségei a Cabrio verziónak, viszont visszakapod azt az élményt, amikor tényleg lehúzod a tetőt és hallod a kis hangokat, meg hát azért a Cabriót, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez az jó. Tehát, hogy ezt nem kell megvitatni szerintem. És hát tényleg komfortmódban is szinte hihetetlen, ahogy megy. Féktávon érezzük azért a súlyt, és nagyon jól tartanak az ülések, befordulunk vele, úgy kanyarodik, mint egy gokárt, ezek a Pirelli P0 gumik tényleg tapadnak, mint az állat, baromi jó kez alatt a kocsi alatt. Nyilván fogyasztásról nem érdemes annyira beszélni, mert itt nem annyira ez a lényeg. Hát a gyári adatok azok ilyen, a sima hatchback verzió kicsit jobbat fogyaszt, az 6,8, az ilyen 7,1 körül van gyári adatok szerint a Cabrio verzió, de hát nekem városba egy 11-et eszik, egyébként autópályán 8,5-9. Ez a sportolásról szól ez az autó. Jó érzés kicsit menni, mert kéri tényleg, hogy dinamikusan közlekedjünk vele. Nem az, hogy állandóan nyélgázon menjünk vele, mert az inkább a GR Yarisnak az érzése, de hogy elképesztő jó vezetni. Alapból sima komfortmódban nehéz a kormány, és hogyha berakjuk sportba, akkor már sajnos hang be van játszva, a motorhang a hangszórókból, ami hát egy kicsit megöli szerintem, nagyon, nagyon lehet rajta hallani, hogy ez ilyen belső hang. Komfortmódban jobb a hangja az autónak egyébként, ott jobban lehet ezt a reszelős, kipufogó hangot hallani tényleg. De hogy halljátok, azért van egy kis hangbejátszás, de brutál ez az autó. És az a durva, hogy ugye ez 320 Nm nyomaték, ez egy turbomotor, nagy köpcenti, és nagyon alulról elindul, nem kell pörgetni az autót.
Egyébként volt szerencsém tesztelni a sima keménytetős verzióját, tehát a hatchback verzióját az autónak, és nem lehet ezeket a különbségeket nyilván annyira érezni, persze, hogyha kivisszük pályanapra, amit egyébként csinálnak sokan, nem a kabriókkal, de az alapverziókkal, például a Nordschleife-n, azért ott biztos megérezzük, meg köridőbe számít, de mindennapi használatra, meg ilyen csapatásokra nem annyira. És az a baj, hogy elmúltak azok az idők, amikor már lehet hot hatchekkel úgy autózni, hogy megmaradjon a jogosítványunk. Tényleg ezek már azok a kategóriájú autók, hogy kicsit megnyomjuk, és nagyon gyorsan megyünk egyből. Úgyhogy hát ennek ez az egy hibája van. Nem tudok mást mondani, tényleg. De jó ez. Bum. És nincs ehhez hasonló, mert hogyha MX-5-ös Mazdát veszünk, az hátsó kerekes lesz, könnyű lesz, viszont sokkal gyengébb lesz az autó. Hogyha pedig i20-ent, az manuális lesz, és az pedig a pályanapozásról szól, meg a hülyéskedésről. A GR Yaris az már megint egy tök más tészta, és hát az nyilván erősebb autó is. És ez egy nagyon jó autó arra, hogy nagyon sportos, tudunk vele sokat hűlni, nagyon durvát megy, 241 a végsebessége a Cabrio-nak, 246 a végsebessége a sima verziónak, és ez egy ilyen nagyon jó mindenes autó. Hogyha szeretnénk lehúzni a tetőt, az is megvan, van egy nagyon jó nyomatékos kocsink. És hát a sima verziónak az alapára az 12,7 millió forint, ami még egész tűrhető, nyilván egy hot hatchről beszélünk, ami nagyon sportos. A Cabrio az már 14 millió 300 ezer forint, ami már azért egy jelentős eltérés, és hát nem nagyon lehet kapni használtan őket még, ugye ez a faceliftes darab, az előzőeket már lehet kapni, nyilván azokban sok kilométer van, azok ilyen 8-10 millió forint körül vannak, és most van egy új 0 kilométeres szalonautó fent, ami fekete, néztem, és az 19 millió forint, tehát annyira nincsenek, hogy ezért az ára is felmegy, meg hát alapból, amikor konfigurálják az emberek az autót, azért lazán belecsúsznak vele egy-két extrával a 16 milliós kategóriába. Tehát azért megkérik az árát, de manapság azért ezek a sportos kis technikák nagyon drágák. Drága a GR Yaris, drága az i20-en, drága az i30-en. Ezek már mindezek a 15 millió forintos kategóriák, hogyha egy szép darabot szeretnénk. Úgyhogy hát a állandó mosolygásnak és sportolásnak sajnos ára van, de hogyha sikerül az embernek szerezni egy ilyet, vagy esetleg csak kipróbálni, azt nagyon fogja élvezni, mert tényleg mosolygyár ez az autó, és hát nyilván iszonyat kemény a futómű, tényleg leszakad a vesém minden egyes kátyúban, meg kiesik az összes tömítés a fogamból, de fú, nagyon-nagyon király kis járgány ez. Ha tetszett ez a videó és szeretnétek megnézni valami hasonlóan nagyon sportos autót, mondjuk egy Sivo V8-as RS5-ös Audiról készült videót, ezt itt alattam meg tudjátok tenni. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és a jövő héten találkozunk. Sziasztok!